Ma reggel kaptam egy e-mailt, amiben egy olvasónk hívja fel a figyelmünket egy aktuális problémára, a helyzetre, és nagyon-nagyon fontos tudnotok róla, mert amikor az ember olyan helyzetbe kerül egy, egy közút, hogy lerobban, balesetéri, vagy bármi ilyesmi, akkor hajlamos a legrosszabb, legkapkodósabb döntéseket meghozni, aminek nagyon-nagyon súlyosára tud lenni. Azt írja Tamás, hogy tudomásukra jutott egy Budapesten és környékén az m 0 M3-ason és M31-es utakon autómentésre szakosodott bűnbandának a tevékenykedése, ő így fogalmaz, hogy bűnbanda, akik, a, akik azt csinálják, hogy a víz segítségével megtalálják a balesetek helyszíneit, és az ott lévő, ilyet sokkos állapotban lévő autóvezetőket tisztességtelenül magas árakkal sarcolják meg. Tehát tulajdonképpen ilyen hiénának mondanám ezt, és figyelik azt a végző, hogy történik egy baleset, és ők oda mennek lehetőleg a lehető leggyorsabban nyilván. Tulározott számlákat adnak a szállításokról, amit a biztosító egyébként nem fizet ki a károsult autósoknak. Nyilván itt ír egy cégnevet, hogy milyen cégre állítják ki a számlát, ezt szándékosan nem fogom beolvasni. Azt írja Tamás még, hogy egy konkrét esetben például egy idős bácsi ...tól tudták meg azt, hogy az M3-as kivezető szakaszáról Veres Egyházra 89 ezer forintért vitték el, szállították el a bácsit az autóval. Azt írják, hogy a bácsiról személyesen beszéltek, azt kérték, hogy tegyen feljelentést, de ő nem tesz, mert fél a retorzióktól, és valamint szégyelli ugye, hogy, hogy ő így járt azt is hozzátette még Tamás, hogy ez büntetőjogi felelősségenek tudatában jelenti ki, hogy az itt ebbe az e-mailbe leírt problémák valósak, tehát hogy ez, ezt, ezt úgymond ilyen rendszeres jelleggel tapasztalták ők. Azt kérte tőlünk, hogy figyelmeztessünk titeket erre a jelenségre, mi ezt most megtettük így módon. Én azt gondolom, hogy abban az állapotban, abban a lelki állapotban, amikor egy balesetnek a részesei vagyunk, vagy mondjuk lerobbant az autónk az is, elég, mert amikor is elég komoly stressz van, akkor hajlamosak vagyunk a leggázabb, legrosszabb döntéseket meghozni. És, és hát ezért kerülünk ilyen helyzetbe. Gondolkodjatok, ott a telefon, Google, az értékelések, tök jó. Tehát ott már egy aránylag valós képet kaptok arról, hogy az adott szolgáltató, milyen minőségben végzi a munkát, mennyire lehúzós, nem lehúzós. Tehát érdemes átfutni ilyenkor is. Nyilván az ember siet, de ennyi idő kell, hogy legyen egy 3-5 perc, ha még egy képet kapsz arról, hogy az adott területen milyen vállalkozásokat tudsz elérni, akik hozzád ma jönnek. És a másik, hogy előre kérjetek mindig árat. Tehát az, hogy mondjuk elvittek az adott helyre, és közlik veled, hogy ez 90 ezer forintotba került most, és már ott a számla, az már egy nagyon szar helyzet, olyankor már vita lesz. Tehát abból már nehéz jó kijönni, de ha előre mondott egy árat, és attól jelentősen eltér, ott már van miről beszélni legalább. Tehát ezek ilyen nagyon alap dolgok, csak amikor a Krak beüt az agyba, mert a legkisebb gondod is hirtelen az, hogy most feltételezt, hogy majd ezen vitázni kell, hogy egy irreális árat mond, akkor sajnos ebbe belefutnak nagyon sokan. Jó, úgyhogy nagyon figyeljetek oda. Én azt gondolom, hogy egyébként nem csak ezeken az utakon, hanem általánosan lesznek mindig olyan vállalkozások, akik a szorult helyzetben lévő embereken próbálnak megnyerészkedni.